2023 nyarán kedvezően alakult a Balaton vízminősége. A tó nyílt vizében sem az algák mennyisége, sem az összetétele nem volt kifogásolható. Tartós meleg, szélcsend és tápanyag, azaz foszfor kell az algák elszaporodásához. Ezek együttesen nem léptek fel a magyar tengernél. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint idén még partközeli, úgynevezett lokális algavirágzások sem fordultak elő. Gyakorlatilag itt egy folyamatos csökkenés, ami megfigyelhető. A Balatoni Szövetség elnökségének összegezte az idei tapasztalatokat a Limnológiai Kutatóintézet munkatársa. Somogyi Boglárka tudományos főmunkatárs azt is elmondta, hogy jelenleg is kutatják az algavirágzást, elsősorban, hogy az üledékben mi történik. Elsősorban azt a kérdéskört szeretnénk most körbejárni, hogy melyek azok a fizikai és kémiai körülmények, amelynek hatására a belső terhelés megjelenhet, tehát az tó üledékéből foszfor szabadulhat fel és kerülhet a vízoszlopba, és ezáltal előidézheti az algák szaporodását. A szövetség elnöksége számos kérdést és észrevételt intézett a témában. A 2019-es algavirágzás ugyanis rávilágított arra, hogy egy ilyen burjánzás könnyen tönkreteheti az idegenforgalomból élő települések szezonját. Azt kértük, és olyan döntést hoztunk, hogy próbáljunk meg lobbizni annak érdekében, hogy mind a kutatásokra, mind pedig a ennek következménye és általunk fontosnak vélt kotrásra folyamatosan legyen pénz, amivel meg tudjuk őrizni a Balatonnak a vízi használatának a minőségét. Az algavirágzás kapcsán felmerült a mederkotrás témája. A polgármesterek szorgalmazzák az iszap eltávolítását. A meder feltöltődés különösen a nyugati medencét érinti. Az algák tápanyagához szolgáló foszfor eltüntetése és a komfortos fürdézés miatt is szükséges a kotrás a település vezetők szerint. Mi szeretnénk mindent megtenni, hogy még a kisebb partközeli, úgy hívják ezeket, hogy lokalizált, ugye, vagy lokális algák se jelenjenek meg, és mindenképpen mi szükségesnek tartjuk, mi itt a Balatonparti polgármesterek, főleg a Keszthelyi öbölben, hogy a Balatonparti kotrásokat azért indítsák meg, a strandok és a part közelében mindenképpen szükség lenne kotrásra. Ezt hál' Istennek már nem ellenzik tudományosan, még akkor is, ha az alga nem csak ettől függ. Az elnökségi ülésen tárgyalták a Balatoni Szövetség idei rendezvényeit is. Lombár Gábor elnök szerint az év Balatoni házapályázat és a Balatoni borok versenye is egyre népszerűbb. Mindkét elismerésnek rangja van a szakmában. Idén jubilált a kék hullámzászló minősítés. 20 éve értékelik és viszik a balatoni strandok jó hírét ezzel a programmal. A Balatoni Szövetség vezetése szerint ezek a lényegét mutatják meg a Balatonnak, hogy milyen értékei vannak a tónak, és hogy ezeket hogyan próbálják megőrizni.